élni, és szeretném folytatni azt a témát, amit múlt alkalommal elkezdtünk. Így múlt alkalommal a többletlátásról beszéltem, hogy Jézus többet lát. És talán biztos emlékeztek többen, hogy arról beszéltünk, hogy beszéltem, hogy Jézus többet lát a mi életünkben, Jézus többet lát bennünk, Jézus többet lát a körülöttünk lévő emberekben, Jézus lát embereket, és hogy többet lát, és hogy egy ilyen többletlátás az életünkre, nekünk is, és másokra, akik körülöttünk vannak, és hogy beszéltem arról is, hogy így hétköznapi misszionáriusoknak lenni, úgyhogy hagyj nyújtsam magunkat, hogy az Isten igéje hagyj nyújtson most így bennünket, a szívünket, a gondolatainkat, ilyen hétköznapi kis misszionáriusoknak lenni. Jó, úgyhogy ebben megyünk így tovább. És azt mondtuk mégis, mindjárt felolvasunk egy részt, János 20-ban, a 21. versben Jézus azt mondja, hogy, és ezt múlt héten mondtam, hogy ahogyan az Atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket. És figyeljetek, csak így, tudom, ezekkel így belegondolva hátborzongató. Tehát, hogy gondoljunk már bele. Én is nem tudom átadni, meg most nem is akarom ezt kifejteni, de nem is tudnám egyébként. Tehát, hogy Jézus így a szemünkben néz, a tanítványok szemében néz, a szemünkben néz, és azt mondja, hogy ahogyan az Atya küldött engem, én úgy küldelek titeket. És hát, wow, tényleg úgy, tényleg? Mert hogyan küldte őt az Atya, így van? Hát az atya küldte őt egy határozottsággal, egy céllal, küldte őt egy tekintéllyel, küldte őt egy felhatalmazással, küldte őt egy hatalmas áldással, küldte el egy ünnepélyességgel, egy komolysággal, és azt mondja, hogy én ugyanígy küldelek titeket egy céllal, egy irányjal, egy felhatalmazással, egy dicsőséggel, egy felkészítéssel, áldással. Én küldelek titeket ebben a világban csak úgy, mint hogy az Atya küldött engem. Úgyhogy Kettő Királyok 5-ből fogunk olvasni, jó? És lapozz kérlek oda a Bibliádban, Kettő Királyok 5-höz, és hétköznapi misszionáriusok, ez a téma, amit egy picit így körbejárunk, és Kettő Királyok 5-ben, nem fogom elolvasni most az egész történetet, de fogok két részt olvasni ebből a történetből, a többit meg megengedem, hogy összekössétek a pontokat. Jó? Kettő Királyok 5, 1-től 5-ig először. Námán, az arámok királyának fővezére, igen tekintélyes és nagyra becsült férfi volt ura előtt, mert általa szabadította meg az úr arámot. Ez a férfi vitéz hős volt, de leprás. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Arámból, és foglyul ejtettek egy kislányt Izrael országából, aki Námán feleségének szolgálója lett. Egyszer azt mondta asszonyának, bárcsak eljuthatna az én uram ahhoz a prófétához, aki Samáriában van. Bizonyosan meggyógyítaná őt bélpoklosságából. Námán bement, és elmondta az urának, így és így szól az Izrael országából való leány. Ekkor azt mondta Arám királya, menj el, én pedig levelet küldök Izrael királyának. Elment tehát, és magával vitt 10 talentum ezüstöt, és 6000 aranyot, azon kívül pedig 10 öltözet ruhát. Itt megállok. Józsit arra kérem, hogy Józsi, hogyha lehet, egy ablakot kérlek, csak nyiss a levegő szükségletek miatt, nem most, majd később, mikor fuldoklunk. és a történet úgy zajlik, hogy elmegy Námán, és a legvégén Elizeus prófétánál köt ki, és Elizeus kéri őt, hogy 7-szer mártózzon meg a Jordánnak a vizébe,
most nem megyek bele, hogy Námán miként puffogott, hogy ő ezt nem fogja megtenni, végül megtette, és megtisztulta az ő leprájából. Tehát ez a halálos betegség, gyógyíthatatlan betegségből meggyógyította Isten. És a 15. versnél így csatlakozunk hozzá a történethez. 15. verstől azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és azt mondta, íme, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Azért most fogadd el, kérlek, ezt az ajándékot a te szolgádtól. Ő pedig, Elizeus azt mondta, él az Úr, aki előtt állok, hogy nem fogadom el. Bár unszolta, hogy fogadja el, de ő hajthatatlan volt. Ekkor azt mondta Námán, ha nem, kérlek adj a te szolgádnak ebből a földből annyit, amennyit egy pár összér elbír. Mert a te szolgád többé nem áldozik sem égő áldozattal, sem véres áldozattal idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Csak abban a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádhoz, hogy amikor bemegy az én Uram, azaz a király, Rimmón templomába, hogy ott imádkozik, és az én kezemre támaszkodik, akkor én is meghajolhassak Rimmón templomában. Azt, hogy meghajolok Rimmón templomába, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Ő azt felelte, menj el békességgel. Érintettük ezt a történetet múlt héten, így az izraeli rabszolga kislány, vagy szolga kislány, aki egy háború kapcsán fogságba került, és elhurcolták a szülőföldjéről, elhurcolták a szüleitől, elhurcolták a családjától, és most teljesen idegen földön van, és a hadvezér a szomszédos országban lévő országnak a hadvezérnek, a feleségének a szolgáló leánya lesz. És amikor Námán, a hadvezér, ez a hős férfi bajba került, mert beteg volt, akkor ennek a lánynak volt ez a kis egyszerű kis szava, hogy bárcsak tudna az én uram arról a profétáról, aki Izraelben van, mert akkor meggyógyulna. És látjuk azt, hogy Námán ugye nem csak meggyógyul, hanem nem csak fizikailag lesz teljes, hanem valami történik, mélyen az ő szívében. Felismeri, hogy Isten, az élő Isten, ő az egyedül igaz Isten, és hogy egyedül ő az, aki méltó az ő imádatára. És ez erre válaszként az egész élete átformálódik. Ahogy ez a kis hétköznapi misszionáriusunk, ez az egyszerű kislány ott van, és mond valamit a megfelelő időben. És jaj, mekkora történet ez, meg mit mond ez így az életünkről? Meg az Isten csodájáról, hogy az Isten hogy képes az ő tervét összerakni, ahol nekem van egy puzzle darab részem az ő tervébe, és valami csodálatos dolog történik. És csak hagyj bátorítsalak így előjáróban magunkat, hogy figyeljetek, egy rejtének vagyunk a részei, Isten uralkodik, és nagyon fontos az, hogy szívembe tartsam azt, hogy egy hatalmas rejtének vagyok a része, és messze több van a látható dolgnál, amit az életem lát, vagy az életemben látok. És hogy izgatott lehetek afelől, amit nem látok, izgatott lehetek afelől, amit nem tudok, mert Isten cselekszik. Még akkor is, ha én ezt most nem is látom semennyire. Ugye, mert Izrael történelmében volt sok időszak, amikor valóban nem is látták, és nem is látták, de Isten cselekszik. És csak szeretném behozni ezt a piktogramot, amit múlt alkalommal behoztam, majd találok jobb szót rá, így számunkra, hogyha ki tudjátok tenni, hogy is történik ez, így ez a hétköznapi misszionáriuság, ez a kiküldetés, hogy ki vagyunk küldve, hogy ott van
Az első, hogy láss, és ez a múlt héten erről volt szó, hogy a többletlátásról, hogy Istennek van egy látása a környezetemre, a környezetedre, Istennek van egy látása, hogy látja azokat az embereket, akik ott vannak körülötted, és hogy Isten segítsen és nyissa meg a mi szemünket, hogy mi is az ő szemével lássunk. Aztán az imádság, így van az összekulcsolt kész, hogy Isten hív arra, hogy az ő tervének így imádság által legyünk részei, ami, most ez megint egy nagy témát érintettem, amiről beszél a Biblia, és hitáltal el kell hinnünk, és miért ne hinnénk el, hogy ez valóban így van, hogy az imádság által Isten nagy dolgokat tesz, mind amelyeket most meglátok, mind amelyeket nem látok meg most, de majd az örökkévalóságban ki fog előttünk teríteni. Tehát, hogy hív minket, hogy imádkozzunk a körülöttünk lévő emberekért, szükségekért. És aztán hív bennünket arra, hogy kapcsolódjunk, ez a harmadik, hogy hív bennünket, és majd erről mindjárt szó lesz, hogy olyan kapcsolatokban legyünk, amelyek őszinte, nyílt, túlmennek a felszínességen, olyanokkal, akik körülöttünk vannak, hívők, de nem hívőkkel egyaránt, akik még nem ismerik az Úr Jézust, tehát ezek a kapcsolatok. Mert az evangélium kapcsolatokon keresztül utazik, úgymond. És aztán ott van az áldás, hogy szeres, vagy áldj, és ez arról szól, hogy egyébként mi el vagyunk erre hívva ebbe a világba, hogy áldjunk, hogy szeressünk, hogy áldás legyünk, hogy azok a kapcsolatok, amelyek ott vannak az életünkben, ott mi az Isten általi felhatalmazottsággal, jelenléttel legyünk, és hogy áldás lehessünk, szeressünk, figyelmesek lehessünk, meg tudjunk hallgatni másokat. Valóban valahogy így, 2. Korintus fejezi ki ezt, hogy valahogy így Krisztus helyében vagyunk ott, és őt leleplezve mások számára. Megvan? És aztán az utolsó az az, hogy szólj, vagy beszélj bátran, így a hitnek a szavait, a hitről, az evangéliumról, ahogy így nyílnak lehetőségek ennek kapcsán. És így szeretném, ha ez így előttünk lenne, meg egy segítség lenne számunkra, ahogy ebben a csodálatos elhívásban, meg csodára hívott el bennünket Isten. És csak hagyj érintsek így néhány témát így ennek a történetnek a kapcsán, és meg ennek a kapcsán, és hagyj maradjon fent, amíg nem jön egy-egy vers ennek kapcsán, ami hiszem, hogy így bátorítás, meg segítés minket ezen az úton, hogy mit jelent egy ilyen élet, amire el vagyunk hívva. És az egyik az az, hogy áldott, hát hogy áldott vagy, ez az első, hogy áldott vagy. És ez, én nem tudom, hogy személyesen mi a te narratívád az életedre. Mert mindannyian megragadunk különböző narratívákat, amelyek így akár így a körülményeinkből, akár a helyzetünkből, akár más emberek hozzáállásából, akár így el tudtam érni azokat a célokat, amiket kitűztem, tehát hogy így narratívák tömege van így az életünkre nézve. De ezek a narratívák, ezek egyébként jönnek és menni fognak, van egy örök narratíva, és az, hogy akik az Úr Jézus Krisztusban hívtak, vagy bíztak, ők Isten gyermekévé lettek, örök életük lett, és ők áldottak. Áldottak most, holnap, és mindörökké. Áldottak. Áldottak. Messze azon túl, amit ki lehetne fejezni, messze azon túl, ahogy ezt meg lehetne számlálni, ez súlyos és csodálatos valóság, hogy áldottak. Ahogy az atya fejezte ki így a tékozló fiú történetében az egyik fiának, akinek azt mondta, hogy mert te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Tehát, hogy mit jelent ez a helyzet, mit jelent ez a státusz, mit jelent ez az állapot, ami a te státuszod, ha hittél Krisztusban, hogy az atya hozzád fordul, és azt mondja, hogy egyébként mindenem a tiéd. Tehát, hogy mindenem a tiéd. Tehát, hogy mindenem a tiéd. Hogy áldott vagy. Hogy áldott vagy messze azon túl, mint akinek rengeteg
hatalmas háza, meg villája, meg tengerparti palotája van, meg földi kincse, meg minden, amit a szem száj megszerezhet, messze afelett áldott vagy most, áldott vagy holnap, és áldott vagy mindörökké, ez az evangélium. Isten a saját fiának nem kedvezett, őt elvetette, hogy téged elfogadj, hogy ő sok fiakat vezessen dicsőségre. Látom-e én ezt? Látom-e én ezt? Látod-e ezt? Valóban látjuk-e? Valóban látjuk-e? És a rövid válaszom az, hogy nem. De mégis. Ja, de mégis. Ez nagyon fontos. Végtelenül fontos. Ezt is énekeltük, hogy nyisd meg a szívem, hogy lássak. Tehát, hogy lássak. Mert amilyen mértékben én ezt látom, olyan mértékben mélyen belül felszabadulok a változásra. Mélyen belül felszabadulok arra is, hogy egyébként el tudjam ismerni a bűneimet, az önigazságomat, a ne váljak védekezővé. Mert miért kellene védekeznem? Nem kell védekeznem többet. Szeretve vagyok örökre. Látom ezt? Ja. Luther Márton azt mondta, hogy az evangéliumot bele kell verni a fejekbe. Az evangéliumot bele kell verni a szívünkbe. Beleverni. Én néha igyekszek beleverni a tietekbe, de még fontosabb, hogy a sajátoméba verjem bele. Mert akkor bele tudom verni egy picit a tietekbe. De a legfontosabb, hogy te magad lásd a szellem által, hogy bizonyságot tesz a Szent Szellem arról, hogy mit jelent az, hogy Istennek a gyermeke vagy. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök, örökösei Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. Úgyhogy áldott vagy. És a Bibliában ez úgy néz ki, hogy képzétek el, hogy valahogy Isten soha nem áld meg valakit csak egy ilyen önmagáért végcélból. Hogy na, áldott vagy, és akkor pöffeszkedve járt ki, én áldott vagyok. Hanem azt mondja, hogy áldott vagy, és légy áldás. Ez volt Ábrahámnak az elhívása 1 Mózes 12-be, hogy én megáldalak téged, és áldás leszel. Tehát, hogy ez az egész sokkal inkább nem egy ilyen én központú, önmagunk körül való forgás, mert ez Istennek a természete. És ez történt Izraellel, hogy ők megértették az áldottságukat egy szinten, és ezt ők arra használták, hogy kirekesszenek másokat, lenézzenek másokat, megvessenek másokat, rasszisták legyenek, és diszkrimináljanak, mert ők áldottak. Közben az Istennek a célja, hogy áldás vagy, most már szabad vagy arra, áldott vagy, most már szabad vagy arra, hogy áldás legyen. Légy áldás. Ahol jársz kell, a hétköznapi életedben. Légy áldás. A második észrevételem, vagy segítség ebbe számunkra, hogy nem csak, hogy áldott vagy, itt a hétköznapi misszionáriuságról beszélünk, hanem, hogy oda vagy helyezve. Oda vagy. Ez a kislány, ez az izraeli kislány oda lett helyezve. Oda volt helyezve a fővezér Námán feleségének a szolgálója lett. És tudjátok, nézhetünk ezekre az odahelyezésekre ilyen nagyon véletlenszerű dolgokban, de ahogy megismered Istent, meg az ő igéjét is, rádöbbensz, hogy azért ezek nem véletlenszerűek egyáltalán. Ezek ilyen gondviselésszerűek, ezek az odahelyezettségek. Tudok-e úgy nézni arra a helyre, ahol most vagyok? Tudok-e úgy nézni azon a helyen, ahova helyezett engem család, munkahely, lakóközösség, vagy társaság, vagy baráti kapcsolatok? Tehát
ahova helyezve vagyunk, tudunk-e erre úgy nézni, hogy ez egy ilyen gondviselésszerű, Istentől jövő, mint a rabszolga kislánynál, mert oda vagy helyezve. Múlt héten azt mondtuk, hogy ez a mi Jeruzsálemünk és Judeánk. Így van, ahova küldve vagyunk. A Jeruzsálemünk és Judeánk. És hogy ebbe oda vagy helyezve, és tudom, hogy nagyon sokan félénkek vagyunk. Én félénk vagyok. Jó? Tehát, hogy most nem úgy beszélek hozzátok, mint valaki, aki jöttem, és nekem ez megy, hanem sok félénkség van a szívemben, Isten ezzel szembesít engem, azért folyamatosan látom, és fel is teszi a kérdés, hogy miért van ez bennem, mert mondhatom, hogy félénk vagyok, de ennek van egy gyökere, mindegy, most nem megyek bele, de lehetünk félénkek, de tudd, hogy fel vagy hatalmazva. Tehát ahova helyezve vagy, ott te fel vagy hatalmazva, ott te áldás lehetsz, tekintélyed van, áldott vagy, és légy áldás, oda vagy helyezve. Van ez a vers, például veszek 30-ban, néhányan talán ismeritek, mert az évek során talán Pászor Schellert lehetett hallani erről beszélni. Az angol arról beszél, hogy a pókot megfoghatott kézzel mégis ott van a királyok palotáiban. Oké? A magyar az így néz ki, például 30-28-ban, hogy a gyíkot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotájában. Hát azért ellenőriztem a héberben, kinek van igaza, és nekünk magyaroknak sokkal inkább igazunk van, mert ez majdnem a gyíkot jelenti, de helyette gekkó, jó? Tehát, de arról szól ez a vers, figyelj, arról szól, ez izgalmas dologról beszélnek ott ezek a versek, a kis dolgokról beszélnek, amik mégis elképesztő dolgokra képesek. És akkor beszél a gekkóról, erről a gyíkról, ami kicsi, de mégis a királyok palotáiba is ott van. Tehát, hogy mégis ott van olyan helyeken, ahova más be se teheti a lábát. És szeretek én így gondolni erre az odahelyezettségről, hogy figyelj csak, hogy te olyan helyeken vagy, meg én, meg, meg a testvéreink, a társadalom különböző szegleteiben, ahova más nem teheti be az ő lábát, Isten elszórt, mint egy pókot, mint egy gyíkot, a királyok palotáiba is. Így emlékszem, hogy Szegeden voltak egyetemisták a gyülekezetünkben, és tudom, hogy így mondtam nekik többször, hogy figyeljetek, ez egy óriási dolog, mert ti kis misszionáriusok vagytok ott az egyetemen, és hogy Isten oda helyezett benneteket, és hogy lesznek csoporttársaitok, meg szaktársaitok, és hogy Isten oda helyezett benneteket. És csak igyekeztem egy ilyen bibliai, izgalmas bibliai látást adni, hogy mit jelent oda, és mondtam, hogy én nem tudok oda menni, én nem ott vagyok, de ti ott vagytok. És aztán még több egyetemista lett a gyülekezetünkben, mert csak így kezdtek el gondolkodni a körülöttük lévőkről. Nagyon tetszik nekem az is, amit Pál ír valamelyik levelében, azt írja, hogy üdvözölnek titeket a császár testőrségéből valók. Jó, tehát, hogy azt jelenti, hogy a római császár testőrségében már ez a veszélyes lépfene bekerült, megfertőzött, az evangélium megfertőzött, az Úr Jézus Krisztus megfertőzött embereket, testőröket, és már hívők vannak, mert ott is vannak. Oké, tehát látjuk ezt, hogy a társadalom különböző szegleteibe el vagyunk szorva, és ott vagyunk, mint ez a kislány is, aki egyébként nyilván egy felső osztálybeli főembernél volt, és hogy van egy ilyen egyedi beágyazottságunk a társadalomban. Hallottam korábban egy történetet, hogy Franciaországban a romák közt nagyon komoly ébredés volt. Nem tudom, hogy mikor, talán 90-es években, vagy valamikor, hogy nagyon komoly ébredés, nagyon-nagyon sokan megtértek. Mert ott kezdett Isten valamit tenni, és azok a hívők, akik ott voltak, csak oda voltak helyezve. Tehát csak értitek, hogy mit akarok mondani, hogy a társadalomnak nagyon különböző szegmensei vannak, és te is oda vagy helyezve valahova, ahol
van egy részed, egy munkahely, egy környezet, a családod, a hobbid. Múlt alkalommal említettük Hannát a néptánccal, az iroda, ahol dolgozol, és figyeljetek, én ezt próbálom tanulni mostanában, hogy sokszor nagyon aprónak látunk, tehát Isten aprónak tűnő dolgokat nagynak mond. Mi meg nagynak tűnő dolgokra szegezzük a szemeinket, újra Isten azt mondja, az nem nagy, ne aggódj. És mit jelent így élni? Mit jelent így élni ezzel a odahelyezettséggel? Hogy nézz körül, tudatosíts magadban, kezdj el imádkozni, mert ott vagy. Kezdj el imádkozni. És kezdj el Istennel járni benne, hogy Uram, te neked itt most mi dolgod van? Egyébként te itt mit cselekszel? Mert az egy nagyon csökevényes gondolat, hogy Isten nem cselekszik, így van? Nem hívők életében. cselekszik. És nagyon sokszor, mint Námánnál, tudod, egy szorult helyzetben valaki nyitottá válik. Stb. Jó? Velem vagytok? Még velem, látom. Még, hagyj érintsek egyet-egyet, jó? Harmadik a kapcsolatok. Tehát, hogy áldott vagy, oda vagy helyezve. Harmadik kapcsolatok. A kapcsolatok a hétköznapi missziónak így a melegágyai. Mondom röviden így csak így a bibliai példát, jó? Tehát, hogy János evangélium első fejezet, ott van Jézus, ott van Keresztelő János. Keresztelő Jánosnak van két tanítványa, az ő nevük András és János, aki írja az evangéliumot éppen, amiben benne van, csak nem nevezi meg magát. Mindegy, András és János. Keresztelő János azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és ebben a pillanatban elveszítette a két tanítványát, mert a két tanítványa mennek Jézus után. És mikor Jézus megfordul, azt mondja, hogy mit kerestek? És ő azt mondta, hogy Mester, hol laksz? És mit mondott? Jöjj és lássátok. Jöjjetek és lássátok. És mennek, és másnap András találkozik a tesójával. A tesójával. Simon Péterrel. Később itt lesz a neve Simon Péter. Simonnal. És mit mond? Azt mondja, hogy megtaláltuk a Krisztust, a messiást, és azt mondja, elvezette Jézushoz. Miről szól ez? Egyszerű hétköznapi kapcsolatok. A tesójával. És elvezette Simont. Utána Jézus elhívja még ott Fülöpöt, és másnap Fülöp találkozik a barátjával, Natanaellel, és azt mondja neki izgatottan, hogy megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak. Erre Natanael azt mondta, Názáretből támadhat-e valami jó? Fülöp így válaszolt. Hogy válaszolt? Jöjj és lásd meg! Jöjj és lásd meg! Látjuk? Baráti kapcsolatok, rokoni kapcsolatok, és ez az evangelizációnak a 101-ja, ami ez a 100... ez hogy mondjuk magyarul, 101-je, tehát az első, hogy ez az nagyon egyszerű, csak jöjj és lásd, te is lásd, nem tudom elmagyarázni most én hirtelen, nem is tudom most még bebizonyítani, nem is tudok kérdéseidre válaszolni, jöjj és lásd. És jön, és ez történik, ez a jöjj és lásd a kapcsolatok mentén. Vagy mi történik a samáriai asszonnyal, aki egy hatalmas, az egész világ megfordul vele, ahogy Jézussal beszélget. Egy végtelen paradigmaváltáson megy keresztül, és az egész szíve megfordul, és ott hagyja a vödröt, és szalad a faluba, ahol eddig kinézték. Hirtelen már nem szégyelli magát, mert az evangélium felszabadította őt, és azt mondja, ugyanez, jöjjetek, és lássátok azt az embert, aki mindent elmondott rólam. Talán nem ő a Krisztus? Jöjjetek és lássátok.
Tehát, hogy kapcsolatok, egyszerű kapcsolatok. Hagy olvassak valamit nektek. Michael Greennek van egy könyve, Evangelizáció a korai egyházban. És megosztja, hogy a történészek mit mondanak, hogy a korai kereszténységben, ahogy robbanásszerűen terjedt a kereszténység, azt mondja, a hátterébe valójában a hétköznapi misszionáriusok munkája áll. Vagyis, figyelj, egyszerű keresztények, nem pedig képzett ige hirdetők és evangelisták vitték a vállukon az egyház misszióját, mégpedig nem a hivatalos ige hirdetési alkalmak révén, hanem hétköznapi találkozásokon keresztül. Megvan? Tehát így terjedt a kereszténység, hétköznapi találkozásokon keresztül. Az evangélium azt mondja, házakban, borozgatás és séta közben, piaci standok mellett természetesen és lelkesen tették ezt. Természetesen és lelkesen. És tudnám még hozni nektek a sok példát, most nem fogom a sok példát hozni, csak érintem Lídiát és a házanépét. Ez kapcsolatok, ez az oikosz, ez a görögben, ez mindegy, most nem fejtem jobban ki, de a lényeg az, hogy a házanép nem csak a családot jelentette, hanem üzlettársat is jelentette, rokoni kapcsolatokat, jó barátokat is jelentett, és az evangélium terjedt, mint a tűz ezeken keresztül, mert az evangélium kapcsolatokon keresztül terjed legjobban. És Lídia és házanépe, jut még eszetekbe ilyen házanépes történet egyébként a apostolok cselekedeteiből? Kornélius! Tudjátok, mit mond? Apcsel 10-ben azt mondja, hogy a következő nap, mikor Péterék Cézáréba jutottak, Kornélius már várta őket, összehívta rokonait és jó barátait. Ott van, rokonai és jó barátai. Gyertek, gyertek, jöjjetek és lássátok. Nagyon jó, még valaki? Még jut ilyen házanépes történet? Filippi börtönőr, köszönöm. Összerakjuk együtt, összerakjuk. Filippi börtönőr. Sőt, most többletlátás. Mi történik? A ez is lenyűgöző. A Filippi börtönőr térdre esik, azt mondja, mit cselekedjek, hogy üdvözüljek? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Többletlátás, többletlátás, nem csak egyént lát, nem individuális a társadalom, az egész házanépét látja Pál, és aztán mi történik? A házanépe hitre jut, megkeresztelkednek, bemerítkeznek, és lenyűgöző. Jó, úgyhogy kapcsolatok, valós-valós kapcsolatok. Na még hagyj érintsek kettőt, hagyj fejezzem be ezzel. Negyedik, jó cselekedetek. Rövid az időm, nem tudom kifejteni. Szeretnéd jobban látni? Olvasd el Péter első levelét. Végig arról beszél, hogy mennyire fontos, hogy az evangélium jó hírét a jó cselekedetek, a cselekedetek jó híre megerősítse, támogassa, együtt hasson, hogy szeressünk a környezetünkben tettekkel. Egyébként nem elsősorban azért, hogy az emberek megtérjenek, ez már megint egy fogyasztói mentalitás a mi részünkről, hanem mert Isten ilyen. Mert ez az a szabadság, amire elhivattunk. Hogy többé nem kell már, hogy a saját életünk körül forogjunk. Mert áldottak vagyunk. Oké? És így leplezzük le Istent. De így szeretni tettekkel, és leleplezni, bemutatni Istent, itt most a jó cselekedeteknél, szavak nélkül. Talán ez az utolsó előtti a kép. Tehát, hogy szeretni itt most mi szavak nélkül. Gyertek még velem. Mert ez tudom, hogy tanítás, de szerintem baromi fontos. Mondom nektek, 1 Péter 3, jó? Egy-egy dolgot, hagy olvassak. Hasonlóképpen, ti asszonyok,
engedelmeskedjetek férjeteknek. Hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének a férjek közül, feleségük maga viselete ige nélkül is megnyerje őket, figyelve istenfélő tiszta életeteket. Megvan? Figyeljetek, ez forradalmi. Az apostoli tanításban ez nagyon előjár, Titus levelénél és több helyen. Nagyon látod azt, hogy keresztények, akik egy ellenséges környezetben vannak, arra vannak tanítva, hogy cselekedjetek jót, éljetek tiszta életet, magasztaljátok Istent a ti magaviseletetekkel, legyetek bőkezűek, legyetek szeretetteljesek, gondoskodjatok a szegényekről, a társadalmi igazságtalanságokat legyetek, tehát cselekedjetek jót, ahol csak tudtok, mert két dolog, egy, ez Titus úgy mondja, ékesíti az evangéliumot. Figyeltek, mi az evangélium? Jó hír. Csak tudod, mikor a jó hírt emberek csak így hallják, de nem látják, akkor ugye nehéz fogadni. Sőt, lehet azt mondani, hogy bort iszik és vizet prédikál. Így van? Őszintének kell lennünk magunkat, legtöbben mi hívők, így élhetjük az életünket. Lehet, hogy beszélünk, de nem vagyunk áldozatosak. És Jézus invitál bennünket az evangélium szabadságából, hogy figyeljetek, azt mondja az asszonyoknak, figyelj, és ezek baromi fontos igerészek, mert ez felszabadító egy feleségnek, vagy egy feleségnek, vagy adott esetben egy férnek is, akinek a házastársa nem hívő. És már ő már hívő 5 éve, 10 éve, 15 éve. Mit csináljak? Az apostol jön a tanításba, mert tanítja, és azt mondja, hogy figyelj csak. A ti azt mondja, hogy a maga viselet teddel nyerd meg. Azt mondja, legyél istenfélő, tiszta, szeretetteljes, figyelmes, türelmes, hosszú tűrő, szolgáló, előnyben részesítő. Hó! Csaba, ez most megágyasztál az összes igazságtalanságnak, ami ezután következni fog. És mit mond az apostol? Olvassátok el egy Pétert, nincs időnk erre. Azt fogja mondani, hogy igen, Krisztus is ezt tette. És ő arra hívott, hogy az ő nyomába járjunk. Nem arra hívott, hogy önmagunkat mentegessük, hanem ez a felszabadult élet az evangéliumból, amely tudja, hogy örök életem van, amely szabaddá válik erre. És természetesen most, csak hogy kiegyensúlyozzam, nem fizikai, tehát ha fizikai bántalmazva van egy feleség, stb., akkor lépnie kell, tehát most nem ezt akartam mondani, hanem csak azt akartam mondani, és nem csak a feleségre, ez igaz a férre is a feleségével, meg igaz a környezetünkben, ahol vagyunk, hogy igenis, az apostoli tanítás az, hogy ahogy Krisztus körbe járt, Apcsel 10.38, jót tett mindenkivel, hogy mi is cselekedjük a jót. Legyünk nagy lelkűek, szeretetteljesek, figyelmesek, türelmesek. Adjunk választ a körülöttünk lévő szükségre. Hallgassuk meg az embereket, ajánljuk fel, hogy imádkozunk értük, de hogy legyünk ilyen emberek, akiken keresztül Krisztus lelepleződik. Ez jó? Figyeljetek, ez jó? Szerintem ez nagyon jó. Mert ez egy teljes stratégia, amit olvasunk a Bibliában. 1 Péter 2, csak hogy olvassam még, 11-től 17-ig. Hallgasd ezt. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Figyeljetek, egy Péter az arról szól, hogy félre van értve az egyház, üldözve van az egyház, meg van vetve az egyház, kisebbségben van az egyház, de küldetése van az egyháznak, és hogy tudjuk ezt egy ellenséges környezetbe szemléltetni. És ezt mondja, hogy az idegenek jövevények, ként tartóztassátok meg magatokat a testi vágyaktól, melyek a lélek ellen harcolnak. 12. Példás életet éljetek a pogányok között.
hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint a gonosztevőket, a ti jó cselekedeteteket látva, Istent dicsőítsék a meglátogatás napján. Megvan? Péter, itt Jézus szavai zengnek benne, valószínű, ahol azt mondja, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a jó cselekedeteket, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Tehát, hogy arról beszél, hogy ott vagytok, rágalmaznak benneteket, de ti tegyetek jót. 13. Engedelmeskedjetek azért, tegyetek jót, 12. Azért, hogy Isten dicsőítsék majd. Tehát, hogy majd megismerik, mint ahogy Námán. Gondoltuk volna, hogy Námán valaha Námán egy ilyen ember. Nem. Gondoltuk volna, hogy Saul, aki üldözőtjéhez, valaha. De figyeljetek, ez a zsenialitás, ez a fantasztikus volt az evangéliumnak, hogy mi nem gondoltuk volna. De az a Námán nem olyan keresztényféle. Az a Saul sem olyan keresztényféle. Akkor nem értjük az evangéliumot. Mert ha azt gondolod, hogy te azért értél meg, mert keresztényféle vagy, akkor nem érted. Nem. Ha ők megtérhettek, bárki megtérhet. Erről szól. 13. Nézd meg. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendnek az Úrért. Akár királynak, mint felsőbbségnek, akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonoszszevők büntetésére, a jó cselekvők dicsérésére. Mert az az Isten akarata, hallgass, hogy jót cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek tudatlanságát. Miről beszél itt? Itt most elkezdi sorolni azt itt a jó cselekvésből, hogy ne legyetek hőbörgők, engedelmeskedjetek az emberi rendeknek, így mutassátok be azt a példát, ahogy a Krisztus is élt. Oké? Tehát, hogy igen. Figyeljetek, az apostoli levelekben precíz pontosan le van írva, mi az a Krisztusi reakció és válaszodás és élet, amire el vagyunk hívva ebbe a világba. És ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Mert az az Isten akarata, 15. vers, hogy jó cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek tudatlanságát, 16, mint szabadok, és nem úgy, mint akiknél a szabadság, a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái. Miről beszél? Látjuk ezeket? Evangélium. Szabadok. És a világban mi Isten szolgái vagyunk. Nem csak némelyek. Ezt jelenti ez a fiúság identitás. Isten szolgái vagyunk. 17. Mindenkit tiszteljetek, a testvériséget szeressétek, Isten féljétek, a király tiszteljétek. Miről van szó? Hogy ne tévedjünk el, hogy tudjuk, hogy az evangélium, az Isten, a Krisztus hogy lepleződik le egy ellenséges világba? Úgyhogy mindenkit tisztelünk, úgyhogy a testvériséget szeretjük, Istent féljük, a királyt tiszteljük. És most idáig jutottam csak. Olvasd tovább, mert utána kezd specifikusan a szolgákról beszélni, vagy a munkavállalókról beszélni, hogy tudják ők ékesíteni az evangéliumot. Aztán beszél a feleségekről, nek, aztán beszél a férjeknek, és aztán mindenkihez szól ezekben a fejezetekben. És az egész az, hogy egy nagyon ellenséges környezetben, ahol nagyító alatt vannak a keresztények, és alapból nagyon előítéletes a társadalom, hogy tudtunk mégis áttörni ezen radikális jó cselekedetekkel. Hiteles élettel. Jó, úgyhogy befejezem az utolsó, a 6. vagy 5. így beszélni a hitünkről. De ezt már nem fogom elmondani, mert szerintem beleszőttem összességébe. Tehát hogy áldott vagy, halleluja, hogy oda vagy helyezve, gondviselésszerűen, hogy a kapcsolatok, amik körbevesznek bennünket, az mennyire fontos, hogy a jó cselekedetek, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy leleplezzük a Krisztust, még mielőtt egyáltalán beszélünk ő róla, és aztán a megfelelő időben, mint itt a kislány, így beszélni a hitünkről, és ő itt elejti,
vagy a Samári asszony elejti, vagy a Filip, vagy tudod, ugyanígy ez tele van. Úgyhogy hagyj fejezzem be azzal, hogy Józsi, megkérhetlek arra, hogy te is a segítőjét kiosszák nekünk azokat a kis kártyákat, amiket készítettem, és ezt elmondom, és akkor együtt imádkozunk, és kiküldelek benneteket, jó? Lesz egy ilyen kiküldetés. Jó, úgyhogy adjunk mindenkinek, jó? És közben én oda az asztalhoz szaladok, mert megnézem, hogy van-e valami rajta, jó? Jó, hagyd nézem. Nézzetek csak rá erre, amire csak így felhívom a figyelmeteket, meg ez az, amiben szeretnénk így együtt lépni. Kaptatok egy ilyen kétoldalas kis kártyát. Igazából ez, amiről ma beszéltünk, meg múlt héten is beszéltünk, ez egy kis segítség számunkra, jó? Az egyik oldalán azon túl, hogy látod, hogy Biblia szól Budapest, látod ezeket a képeket, hogy fel van sorolva, most nem fogom újból felsorolni, de látjátok. Tehát, hogy ez ott tud így a szemünk előtt lenni, hogy hogyan tudunk mozogni így a környezetünkben, meg hogy mit jelent ez, hogy hétköznapi misszionárisok vagyunk. Jó? És a másik oldalán van egy igevers, ami arról szól, hogy tényleg egy felhívás így az egyház számára, hogy imádkozunk minden emberért. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó. Aha, köszönöm, csak így hozz ezt így ide, és hozz közelebb is, jó? Köszönöm, majd mazsolázok belőle. Hogy imádkozunk minden emberért, és van talán 10 vonal, nem számoltam meg. De köszönöm. De ez arra lehetőség, hogy felírd oda a környezetedben lévő, családodban lévő azokat az embereket, akikért így szeretnél imádkozni. És ismerve benneteket, én szerintem biztos vagyok benne, hogy biztos, hogy vagytok jó néhányan, akik rendszeresen teszitek ezt amúgy is, jó? Tehát ez most nem egy olyan, hogy jaj, biztos nem teszed, meg majd most teszni fogod, jó? Tehát hogy tudom, hogy vannak köztünk, akik rendszeresen egyébként teszik ezt, és ez jó, úgyhogy használhatod ezt, vagy nem, az a te döntésed, de hogy ez egy kis segítség, ahova felírhatod, Bibliádban tartatod ilyen kis könyvjelző formátumú, jó? A másik, hogy lehet, hogy vagyunk itt többen, akik olykor így neki veselkedünk. Na, hagyd lássam olyan kezeket, akik így neki tudunk veselkedni, hogy imádkozunk, aztán a benzin kifogy, és akkor már csak lejtmenet van, ha meg felfele kell menni, akkor az sincs, jó? Jó, és csak szeretném, ha tudnátok azt, hogy egyébként ez így normális, tehát hogy az életünk, tehát, hogy nem mi vagyunk az állandóság, hanem az Úr Jézus az állandóság, mi meg így apránként növekedgetünk, ez a vágyunk. Jó, úgyhogy ez lehetőséget ad, hogy egy kicsit megint újra fókuszálj erre. Jó, és ez is a célja, hogy újra fókuszáljunk, hogy Isten segítsen nekünk, hogy segítsen tudatosítani, hogy kik is vannak körülöttünk, jó? És lehet, hogy te többet is felírnál, mint 10, akkor légy bölcs, mit tudom én, családod, ha az 4 fő, akkor egy vonalat használja arra, hogyha úgy akarod. Na, mindegy. Tehát a lényeg az, hogy ez így arra van, ahogy itt meg is van fogalmazva, hogy mindenek előtt arra kérlek, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, és nem is tudjuk felfogni ennek a jelentőségét valóban, hogy ennek mi a jelentősége így Isten előtt, de később elmondja, hogy ez nagyon kedves dolog Istennek, és hogy Isten tudjuk, hogy az ő tervébe ezt abszolút használja, jó? Úgyhogy ez, és kértem a Józsit is, hogy hozzon ide
pár ilyen olvasmányt, ami mindig ott szokott hátul lenni az asztalnál, kivéve ma. És csak azért ma, hogy az a hűséges ember, aki mindig kirakja, és ezért soha nem kap elismerést, ma, hogy nincs, most hirtelen kicsit ferde szemmel nézünk, és azt mondjuk, hogy nincs kirakva, jó? De nem ezért, hanem hogy azt mondjuk annak a hűséges embernek, köszönjük, hogy mindig kirakod, és hálásak vagyunk, és kérlek továbbra is rak ki, mert áldás. És ezek a könyvek, vagy kis ilyen füzetecskék nem csak számunkra vannak. Például, tehát hogy nem csak számunkra vannak, hanem lehet ezekről úgy gondolkodni, hogy beszélgetsz a fodrászoddal, az ő életébe feljön, nem tudom, egy probléma, egy függőség, most nem azt jelenti, hogy éppen alkoholista, és a te hajad azért cikcakos, hanem tudod, küzd valamivel, vagy anyagi dolgokkal, és van egy nyitottsága így a beszélgetésben Isten felé, és tudsz neki vinni egy kis olvasnivalót, ami általában így ezek ilyen praktikus dolgok, amikben sok történet van, hogy Isten emberi életeket változtat az evangélium. Én tudom, hogy Szegeden így volt egy lány a gyülekezetbe, aki a társasházban lakott, és az egyik szomszédja egy egyetemista lány volt, és akkor beszélgettek, és utána adott neki egy ilyen mai igét, és a lány elkezdte olvasgatni, és valóban olyan nagyszerű, hogy amikor mi nem vagyunk ott, mert ugye ez a lényeg a írományoknak, amikor mi nem vagyunk jelen, ő akkor is olvasgatja, és az Isten szellemet tud az ő szívébe gondolkodni. Jó, úgyhogy, vagy tud az ő szívébe munkálkodni. Úgyhogy használjuk így is ezeket, amik oda vannak kitéve. Nyugodtan használjuk arra, hogy adjuk olyan beszélgetésekben, ahol úgy érezzük, hogy van egy ilyen elakadás, vagy van egy ilyen megfogalmazott szükség, és van egy nyitottság is erre. Jó, úgyhogy igazából ennyit akartam mondani, és tudom, hogy egy picit túlmentem az időn, de fejezzük be egy imádsággal, kis misszionáriusok, jó? Úgyhogy kis hétköznapi misszionáriusok. Mit szóltok hozzá, hogy így imádkozunk egy ilyen kiküldő imádságot, jó? Mert azt mondta Jézus, hogy amint az Atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket. Úgyhogy imádkozzunk így, gyertek. Drága mennyei Atyám, így állunk te előtted ennek a tudatában, hogy te nem csak, hogy az Úr Jézus Krisztust hatalmaztad fel, készítetted fel, áldottad meg, és küldted el a világba, hanem kiküldtél minket is, és kiküldesz minket is. Te vagy, aki megáldottál bennünket, te vagy, aki örök életet adtál, te vagy, aki a Szent Szellemet adtad, te vagy, aki azt mondod, hogy én mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. És te vagy az, aki elhelyeztél bennünket, oda helyeztél a különböző helyekre. És azért imádkozom, hogy te adj a szellemed által nekünk egy ilyen bátorságot, meg örömöt, meg felszabadultságot, meg egy ilyen kiváltság tudatot, Uram, hogy mi az Isten szolgái vagyunk. Te adj nekünk imádságot, amire te majd válaszolni fogsz. Uram, te adj nekünk szólásban való bátorságot, szeretetben való áldozatosságot. Uram, hogy úgy lehessünk ott, ahova helyeztél, hogy nem mint elveszettek, nem mint önmagunkat keresők, hanem mint olyanok, akik felettünk hatalmazva
oda helyezve, megáldva, céllal, azokért az emberekért. Mert ezért is imádkoztál, Uram, nem csak értünk, hanem azokért, akik majd a mi szavunkra fognak hinni. Igen, Uram, köszönjük neked, és áldunk téged, és magasztalunk, és így küldj bennünket. És így áld meg azt a magot is, amit vetünk, te öntözgesd, te cselekedj. És köszönjük, köszönjük, hogy együtt munkálkodóvá tettél minket te veled. És hogy hagyj ne vessük meg, akár látjuk ennek, akár nagynak látjuk ezt, vagy éppen most nem, akkor mondjuk azt, hogy Uram, még nem értem, de segíts, hogy értsem. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy a te tested vagyunk. Ebben a világban a Krisztus teste, keze, lába, szája, füle, karja. Köszönöm, hogy te gyógyítasz minket, és gyógyíts minket. Köszönöm, hogy te tágítod a szívünket, és tágítsd a szívünket. Köszönjük, hogy te magadhoz ölelsz minket. Hogy mi is magunkhoz tudjunk ölelni másokat. Csak ebben a csendben, meghittségben továbbra is legyünk így az Úr előtt.